Üdvözlet mindenkinek 2018. december 14-én ez az új világrend hírek röviden az Infobaba csatornán. Ezúttal egy olyan témával fogunk foglalkozni, ami egyáltalán nem új, azonban hamarosan nagyon is aktuálissá fog válni. Az Al megtudhatjuk, hogy 2019. március 29-én 23 órakor előreláthatólag Nagy-Britannia el fogja hagyni az Európai Uniót. Ez a dátum egyébként egészen véletlenül 77, illetve 66 a pitagorászi és a kádeusi numerológiában. Arról nem beszél, hogy a Brexit maga az 33. Azt nyilvánvalóan mindenki tudja, hogy maga a Brexit folyamat az 2016 márciusában kezdődött, amikor is Nagy-Britannia kiválási szándékát jelezte az Európai Uniónak, mely 28 államot számlá annak ellenére, hogy úgy tűnik, hogy Theresa May és az Európai Unió elért egyfajta egyességet afelől, hogy hogyan is fogja a Nagy-Britannia elhagyni a szövetséget. Ezt egyelőre nem bocsátották Nagy-Britanniában a parlament elé, hiszen úgy gondolták, hogy nem fogja elfogadni azt a parlament. A bizalmatlansági szavazás ez után következett, amit ugye Theresa May túlélt 200 igen 117 ellen szavazott ellenében. Természetesen lesz egy átmeneti periódus, ez 2019. március 29-én kezdődik, és előre láthatólag, illetve a remények szerint 2020. december 31-ig tart, amíg nagy britannia illetve az Európai Unió kidolgozza a részleteket, hogy hogyan is tud együttműködni az Unió, illetve nagy britannia Számos probléma felmerül ugye Brexit kapcsán, az egyik az, hogy Írország továbbra is tagja marad az Európai Uniónak, míg Észak-Írország, ami Nagy-Britanniának a része, azáltal kilép az EU-ból, és a két ország közötti határnak a sorsa az egyelőre egy kérdés. Érdekes az, amit Theresa May mondott a 2022-es parlamenti választásokkal kapcsolatban, mégpedig, hogy ő szeretne távozni még ez előtt a pozíciójáról. A 2022 egyébként egy érdekes szám, ez ugye 222 az 6, maga a választás, election pedig 33 az Európai Parlament egyébként elzárkozott attól, hogy lenne visszaút ugye ezekből a tárgyalásokból, és arra az álláspontra helyezkedtek, hogy a megbeszélt feltételek, illetve körülmények azok mindkét fél számára korrektek és megfelelőek. Ugyanezt erősítette meg egyébként a francia külügyi miniszter, amikor a francia nemzeti gyűlésnek azt mondta, hogy nem lesz újra tárgyalása a Brexit folyamatoknak ugyanis a hosszú tárgyalás sorozat végén mindkét fél megegyezett abban, hogy hogyan is fogják felbontani ezt a szerződést. Közben egyébként Nicola Sturgeon, a Skót miniszterelnök, támogatását fejezte ki mély irányába, és azt mondta, hogy ez a bizalmatlansági szavazás, ez méltatlan eljárás. David Cameron volt miniszterelnök, szintén támogatja Theresa a t mind a Brexit, mind pedig úgy általában a tevékenysége kapcsán. Arról beszélt egyébként a mély a bizalmatlansági szavazás előtt, meg úgy általában, hogy amennyiben őt eltávolítják a pozíciójából, akkor ez nem fogja megkönnyíteni az ország sorsát, hiszen így sem, úgy sem lesz alkalom újra tárgyalásra, sőt, a következő vezetőnek nehezebb lesz a dolga, hiszen mindezekkel a problémákkal neki is meg kell majd küzdeni. Az ország sorsát egy ilyen lépés egyébként kockáztatná, illetve bizalmatlanságot okozna mind Nagy-Britanniában, mind pedig az Európai Unióban, és ezáltal az egész világon. Al Jazeera egyébként beszámol arról, hogy természetesen Teresa May túlélte ezt a bizalmatlansági szavazást, és minden megy tovább az eddig eltervezett mederben. Mi is az egész Brexitnek a lényege, és miért foglalkozunk ezzel, ugye felmerül a kérdés, gondolom én mindenkiben. Csak meg szeretném erősíteni azt, amit már elmondtam rengetegszer a korábbi videókban, mégpedig, hogy az egész világ egy színház erre természetesen nem én jöttem rá, és csak kikutattam, és aztán annyiszor hallottam, hogy el kellett, hogy ismerjem, hogy ez így van. A csatornán elhangzó dolgok többségét más emberek kitalálták helyettem. Én csak összeraktam a képet, és továbbítom azt azoknak, akik kíváncsiak erre. Az üzenet az, hogy a megfelelő szemüvegen keresztül mindenhol a világon láthatjuk magunk körül a jeleket, és ha ezeket összerakjuk, akkor megérthetjük a valóságot, és hogyha megértjük azt, akkor hozhatunk igazából helyes döntést, hogy hogyan is akarunk funkcionálni ebben a valóságban. Brexit csak az egyik eleme annak, ami zajlik ma a világon. Én nem félelmet szeretnék generálni az emberekben, én azt szeretném elmondani, hogy ez a legnagyszerűbb korszak a világ történetében, és most élni, az egy olyan ajándék, ami felfoghatatlan szerintem a legtöbb ember számára. Az események és így a történelem menetét nem lehet megváltoztatni, megakadályozni vagy befolyásolni. Amit mi tenni tudunk, az az, hogy megpróbáljuk a saját életünket, viselkedésünket és annak a következményét befolyásolni. Hogy miért hazudnak állandóan? Azért, hogy ne tudjunk megfelelő lépéseket tenni. Hiszen, hogyha az ember nem ismeri a valóságot, akkor nem tudja alakítani a cselekedeteit és a saját életét megfelelően, mivel hazugság az, amire támaszkodik. Ez az, ami ellen próbálok tenni azzal, hogy rávilágítok egy másfajta alternatívára, egy más perspektívából való szemlélődésre. Hogy ez az igazságe vagy sem, majd mindenki eldönti magának. Egy biztos, az pedig az, hogy a világ ugyanúgy, ahogyan a vonat, nem vár senkire. Megvan a menetrend, és halad az szerint, minden nap. Függetlenül attól, hogy az egyén mit csinál. Úgyhogy értse meg mindenki, hogy a döntéseinek súlyos következményei vannak. Nem a világra nézve, a világot nem lehet megmenteni. Saját magára és a saját sorsára nézve. Ha az ember lekési a vonatot, annak következményei vannak. Nem ér oda időben, ahova oda szeretett volna érni. Aztán ott magyarázhatja, hogy ezért, vagy azért, vagy amazért késtele a vonatod. végül is a következményekkel szembe kell majd néznie, még akkor is, ha esetleg megbocsátható az, amit tett. Ugye, a késés. Ez így van az életben is. A végén magyarázhatja valaki, hogy ezért, vagy azért, vagy amazért, így, vagy úgy, vagy amúgy cselekedett a következményekkel, majd szembe kell néznie mindenkinek. Úgyhogy én azt mondom, hogy inkább már akkor az igazságra építem a világnézetemet, és a cselekedeteimet az szerint határozom meg, mint hogy a hazugságban éljek tovább, és majd azt mondjam, hogy ó, oh, én nem tudtam. ha már a hazugságnál tartunk, és a propagandánál, és a manipulációnál, akkor gondolkozzon el azon, hogy hogy lehetséges az, hogy a két legnagyobb országnak női vezetője van, úgy, mint Németországnak és Nagy-Britanniának. Feltételezvén ugye, hogy ezek nők. Emellett Skóciának is a miniszterelnöke egy nő. Azok, akik ezt a világot uralják és irányítják, nem bíznak semmit a véletlenre. Minden az ő céljaikat szolgálja és ez egyértelműen egy irányított folyamat a része. Hogy ezek a bohócok mennyire vannak ezzel tisztában, azt én nem tudom, de az biztos, hogyha valaki gyanútlanul szemléli az eseményeket, akkor ebből téves következtetéseket fog levonni. Mellesleg pontosan ez a célja ezeknek. És ezt szeretném megérteni az emberekkel. Manipulálják az egész világot. Az élet minden területe gyakorlatilag megvan bundázva. Itt van erre egy példa. A brit valuta értéke emelkedik, ahogyan a BBC azt jelezte, ugye, hogy May valószínűleg megnyeri ezt a bizalmatlansági szavazást. A szavazás eredményeképpen, illetve hát ugye a hírek eredményeképpen lecsökkent 20 hónapos minimumra, majd amint a BBC bejelentette, hogy valószínűleg meg fogja nyerni, utána emelkedett. De megmutatom, hogy mi az értelme a Brexitnek valójában. Nagy-Britannia a második legnagyobb gazdaság az Európai Unióban 2018-ban, de egyébként következetesen az volt a történelm során mindig. A londoni bankrendszer a világ egyik legnagyobb, hanem a legnagyobb és legfontosabb bank és pénzügyi központja. Nagy-Britannia gazdasága, a GDP-e 2,6 trilliárd, vagy 2600 milliárd dollár. És gondoljon bele mindenki, hogy mi történik akkor az Európai Unió gazdaságával, amikor kivesszük belőle a legfontosabb elemet. Természetesen, hogy a gazdasági kapcsolatok nem fognak megszűnni, azonban egy más, feltételrendszernek kell majd megfelelniük. Már amikor megtörtént ez a Brexit szavazás Nagy-Britanniában két évvel ezelőtt, én ugyanazt mondtam, amit most. Ez egy manipuláció, és egyértelműen azt a célt szolgálja, hogy a társadalmat alakítsák úgy, ahogyan szeretnék. Már maga az eredmény 5248 egyértelműsíti azt, hogy semmiféle szavazásra nem lett volna szükség. Ezek az eredmények, amiket itt látunk, az összes választás eredménye a világon mindenféle népszavazás, petíció, aláírásgyűjtés és ezek mind-mind hoaxok. A lényeg az, hogy a társadalmat manipulálják, és azt a látszatot keltsék, hogy van beleszólásunk abba, ahogyan a dolgok működnek. 52-48 amúgy is azt jelenti, hogy bármi lehetett volna, nem? Egy másik nap valószínűleg másik eredményt kapunk. Számukra a legnagyszerűbb, amellett, hogy az európai gazdaságot igen nehéz helyzetbe hozzák, de nem csak azt, a brit gazdaságot és az egész világ gazdaságát megváltoztatják ezáltal. A másik azonban az, hogy a társadalmon belül újabb két csoportot alakítanak ki. Az egyik az, aki távozni akar, a másik az, aki maradni akar. A cél a társadalom felaprózása különböző érdekcsoportokra ezen érdekvonalak mentén. Így, amíg ezek az emberek egymással harcolnak, illetve hát azt hiszik, hogy a rendszer ellen harcolnak, azok, akik uralják és irányítják a világot, nyugodtan tudják csinálni azt, amit elterveztek előre. Én nem azt mondom, hogy más taktikával vagy stratégiával nyernénk, én csak azt mondom, hogy úgy nem lehet nyerni, hogyha apróbb csoportokra forgácsoljuk el az energiánkat, ez az, amit a világ csinál. Persze, együttműködnek bizonyos ügyekben, de aztán előjön az, hogy te a Brexitre szavaztál, én meg arra, hogy maradjunk. Te konzervatív vagy, én demokrata vagyok. Te feminista vagy, én meg nem vagyok feminista. Te fekete vagy, én fehér, te bevándorló vagy, én nem vagyok bevándorló, neked van munkád, nekem nincs, neked van tévéd, nekem nincs. Ez a cél. Mindenki, aki részt vesz ebben a játékban, az eleve veszített. Ezért tanácsolom azt mindenkinek, hogy egy külső szemlélő szemüvegén keresztül próbálja meg ezeket a dolgokat értelmezni, próbálja az érzelmeit félretenni, és racionálisan szemlélni az eseményeket úgy, van esély arra, hogy meglássuk, hogy mi a valóság, mi az, ami a háttérben zajlik. Azok, akik uralják és irányítják ezt a rendszert és a világot, mit szeretnének elérni, és úgy tudunk majd változtatni a saját gondolkodásunkon, a saját helyzetünkön és az életünknek a végeredménye. Ezek az adatok ugyanolyanok, mint a magyar népszámlálás, a magyar szavazás, az orosz, az amerikai, vagy bármelyik más. Akár milyen számot megadhatnak. Miért fogadjuk el azt, hogy ez a valóság, mikor tudjuk, hogy hazudnak, és tudjuk, hogy együtt működnek annak érdekében, hogy megtévesszik a népet, és minél több hasznot tudjanak saját maguknak húzni, minél több hatalmat gyakorolhassanak felettünk. Ha valaki ezt megérte, akkor miért gondolja, hogy ez a valóság, ezek az adatok, a többi hazudnak ekkor, de amúgy itt most épp igazat mondanak. Ez az egész egy manipuláció. A cél az, hogy bizonytalanságot keltsenek az emberekben bizonytalanságot, és aztán az majd félelmet fog szülni. És amikor az ember fél, akkor nem tud tisztán gondolkodni, és szüksége van valamilyen vezetésre. A legtöbb ember ma ebben a félelemben él. Fél, hogy elveszti a munkáját, hogy nem tudja fizetni a lakást, nem tudja fizetni az autót, a gyerek iskoláztatását, hogy beteg lesz, hogy globális felmelegedés van, hogy belénk száll egy meteor, hogy túl sokat fingik a tehén és felmelegszik a világ, hogy valami őrült terrorista felrobbant ezt, vagy belemegy a tömegbe itt, plusz jön a karácsony, az új év, nincs pénz vásárolni, ajándékot, és mit fognak szólni a szomszédok. Mindenkinek megvan az, amivel manipulálni lehet. Csak azért, mert nem értik az emberek a valóságot. Mindenkinek megvan a gyenge pontja, hiszen nem tudják, hogy mi az igazság, ezért nem tudnak tisztán gondolkodni. Én úgy gondolom, hogy a Brexitnek számtalan haszna van azok számára, akik ezt a világot uralják és irányítják. Az egyik ezek közül, hogyha belegondolunk, az az, hogy 3 millió európai él az Egyesült Királyságban, ezen felül 1,3 millió brit az Európai Unióban. Összesen tehát 4,3 millió ember, legalább ennyi embernek a sorsa függ ettől a döntéstől. 4,3 millió embernek van, Valamennyi családja? Kézzelj el mindenki, hogy mennyi ember érintett csak azért, mert itt vagy ott lakik Nagy-Britannia távozásával, és most azon gondolkodnak, hogy vajon mi lesz a sorsuk az ő családjuknak, a megélhetésüknek, a munkájuknak, ahol laknak, és kialakították az egzisztenciájukat. És ez csak egy dolog, hol van az a rengeteg kereskedő kis középvállalkozás, amelyik szintén ezáltal most kénytelen azzal, ezáltal most kénytelen ezzel a bizonytalansággal megküzdeni. Itt a következő az Európai Bíróság, illetve az Európai Unió törvényei továbbra is érvényesek Nagy-Britanniára, legalábbis ez egy kérdés, és a probléma az, hogy mostantól viszont Nagy-Britanniának nincsen beleszólása a törvényhozásba, hiszen kilépett az EU-ból. Más kérdés, hogy például Norvégia is ugye így működik. Egyelőre az Egyesült Királyság még az EU Vámuniónak a tagja marad, azonban amikor ez megszűnik, akkor ahogy azt korábban említettem, az Írországgal kapcsolatos probléma újra előtérbe fog kerülni. Mivel Nagy-Britannia és Észak-Írország nem lesz tagja az Európai Uniónak, viszont Írország az lesz. Így a közös ír északír határral kezdeni kell valamit, ami egyébként 1998-ig Súlyos problémákat okozott olyannyira, hogy 3500 ember meghalt a különböző összecsapásokban. Az Egyesült Királyság egyébként kénytelen lesz, mint egy 51 milliárd eurót fizetni az Uniónak, ami ennek az egész procedúrának a költsége, valamint az ő kötelezettségeik. Érdekes, hogy ugye azok, akik távozni szerettek volna az EU-ból Nagy-Britanniában, azoknak az volt a probléma, hogy a bevándorlók ugye gondokat okoznak a gazdaságban és a munkahelyeket veszélyeztetik. A helyzet az, hogy ez az átmeneti terv nem teszi lehetővé azt az Egyesült Királyság számára, hogy megakadályozza az Európai Unióból való munkaerő beáramlást ezután sem. Ugyanúgy, ahogy nem képesek megakadályozni a bevándorlókat Afrikából vagy a közel-keletről. Ahogy azt mondtam korábban, a Brexit legnagyobb problémája és hátránya, hogy lelassítja az Egyesült Királyság gazdasági növekedését a bizonytalanság miatt. Ez a gazdasági növekedés egyébként 1,3%-ra lassult 2018-ban, 1,9% lesz 2019-ben, 1,6% 2020-ban. Ez ugye az előrejelzés. A brit font értéke 14%-kal esett vissza a szavazás óta. Ez ugye a kivitelt segíti, azonban nehezíti az áruknak a behozatalát. A helyzet az, hogy az Egyesült Királyságnak még mindig követnie kell az Európai Uniós szabályokat és ki kell fizetnie az EU-ból ugye ennek a kilépésnek a díját, annak ellenére, hogy nem lesz beleszólása ezekbe a szabályozásokba, hiszen kilépett az EU-ból. Van egy másik megoldás, ez az úgynevezett hard Brexit, vagy kemény Brexit, ami azt jelentené, hogy elveszne az ingyenes kereskedelmi státusz a Nagy-Britanniának, a többi Európai Uniós tagállammal, és egy új szövetséget kellene kidolgozni a megváltozott körülményekhez. Így az export ára növekedne, és a drágábbá vált brit termékek nem lennének annyira versenyképesek az EU-ban. Ez egyébként problémát okozna az építőiparban is. Ugye itt arról írnak, hogy a The City, azaz a város, ami egyébként egy város a városban, Londonnak a pénzügyi központja, ami gyakorlatilag Európa és a világ pénzügyi központja, szintén problémákkal kellene, hogy szembenézzen, különösen az a rengeteg épület és építkezés, ami folyamatban van jelenleg az Egyesült Királyságbeli cégek nem tudnának ezentúl szerződésekre, illetve különböző tenderekben pályázni az Európai Unióban, sem ugye az Európai Unió tagországaiban. Ez különösen a bankrendszert érintené, illetve ugye elveszítenék a jelenlegi szerződéseiket. A légiutazás költségei, az internet költségei, illetve a telefontársaságok és a kommunikáció költségei szintén emelkednének egy extra adat azoknak, akik még mindig azt hiszik, hogy túlnépesedés van a Földön. Németországban két millió fő munkaerő hiány fog fellépni 2030-ra. Természetesen ezeket már az Egyesült Királyság beliek nem tudják majd betölteni, úgyhogy ez is egy probléma. Az Írországgal való kapcsolattartás, az oda utazás, illetve a kereskedelem szintén nehézségekbe fog ütközni. Korábban szó volt az ír északír határról, és valószínűleg a katolikus ír illetve a brit-protestáns szekták közötti ellentét ismét fel fog lángolni majd. 35 ezer ember egyébként napi szinten utazik át ezen a határon, úgyhogy ezeknek vám ellenőrzésen kell majd átesniük a jövőben. Amennyiben a parlament nem fogadja el egyik javaslatot sem, ami mellesleg szerintem a legvalószínűbb, 2019. március 29 előtt, az azt jelenteni, hogy az Egyesült Királyságnak nem lesz majd szerződése, kereskedelmi szerződése az EU-val, úgy, hogy nem is lesz tagja annak. Ennek következtében ugye élelmiszer hiány alakulhat ki, mivel a vámnál hosszabb időt kell eltölteni az árunak, és a nyár különösen száraz volt egész Nagy-Britannia területén. Ők még ugye itt beleveszik a globális felmelegedés hókszat is, csak hogy a programozás teljes legyen. A vám mérték egyébként mintegy 74% lenne a dohány esetében, 22% narancsgyúz, 10% az autók esetében ezáltal ugye az importárak emelkednének befelé az Egyesült Királyságba, és egy harmada az Egyesült Királyság élelmiszerének az EU-ból érkezik. Ez természetesen növelni az inflációt, és csökkenteni az életszínvonalat az Egyesült Királyságban. Úgyhogy ez a verzió, amikor nincsen megállapodás, és az a verzió, amit ugye hard Brexitnek vagy kemény Brexitnek hívnak, az gyakorlatilag átfedi egymást, és sok közös hatás megjelenik. Gondolj bele mindenki, a Brexit elsősorban arról szólt, hogy a migrációt vagy a bevándorlást korlátozzák, illetve megakadályozzák az országba. Ezzel együtt erősödtek az úgynevezett nacionalista törekvése. Próbálj megérteni mindenki azt, hogy a nacionalizmus a szöges ellentétben áll az úgynevezett új világrendel, ami egy multikulturális, globális, idézőjebben globális társadalmat jelent. Nem véletlen az, hogy a Brexit... Nyert a szavazáson idézőjelbe téve, nyert, ugyanúgy, ahogy Trump is megnyerte az elnökválasztást. A lényeg az volt, hogy nagyobb káoszt okozzanak, nagyobb bizonytalanságot okozzanak. A világ elveszíti szépen lassan a vezető országokat és a vezető személyiséget és karaktereket. Ezzel egy időben növekszik a káosz, és egyre nehezebb a megélhetése az embereknek. Így mindenki próbál küzdeni azért, hogy fennmaradjon. Mivel azonban nem értik az igazságot, nem értik a valóságot, ezért lehetetlenné válik ez a küzdelem. Javaslom mindenkinek, hogy nézze meg az elmúlt néhány hét élőadásait ezen a csatornán, és meg fogja érteni, hogy mi az, ami felé közeledünk. Jövő héten kedden beszélni fogunk a közelgő gazdasági összeomlásról. De nem csak a gazdasági összeomlás a probléma, látjuk azt, hogy csak a Brexitnek milyen hatása lesz majd a gazdaságra. A Brexit hatására egyébként más országokban is erősödött az EU elhagyását követelő csoportoknak a hangja. Franciaország, Németország és Olaszország is. Ezek közé tartozik, hogy ha Franciaország és Németország is képes lenne kilépni az EU-ból, akkor gyakorlatilag az egész szövetség feleslegessé válna. Hogy a világgazdaságra milyen hatása van a Brexitnek, nézzük meg, hogy a szavazásnak milyen hatása volt. Másnap, amikor megszavazták, hogy Britannia elhagyja az Európai Uniót, a Dow Jones Amerikában 610 pontot esett. Káoszott úrra egyébként az egész valuta kereskedelmen és az euró 2%-ot esett. Ugyanúgy, ahogy a font a dollár ezzel szemben erősödött, ami nem jó, ugyanis a külföldi befektetőknek az amerikai részvények így drágábbak, ezért esett a Dow Jones vagy az amerikai értéktősde. Az arany pedig 6%-ot növekedett az arany ára. A másik probléma az, hogy az amerikai Egyesült Államok 588 milliárd dolláros üzlettel járul hozzá a brit gazdasághoz, és több mint 1 millió embert foglalkoztat úgy, hogy Nagy-Britanniát használja fel egy kapunak, amin keresztül bejuthat az Európai Unióba. Hogyha ez nem lesz elérhető a jövőben, akkor át fognak kerülni más országokba, illetve ezen üzleteknek a növekedése meg fog szűnni. Sőt, lehet, hogy az egész létük veszélybe kerül. Egyébként ez az üzleti viszony oda visszaérvényes, tehát több mint két millió embernek a foglalkoztatása múlik ezen. Hiszen legalább ekkora üzleti részesedéssel van jelen Nagy-Britannia az Amerikai Egyesült Államokban. Egy másik érdekesség szerintem is egy nagyon fontos dolog az az, hogy New York szerepe növekedni fog Londonnal szemben a pénzügyi piacon. Ez különösen akkor lesz érdekes, amikor az Amerikai Egyesült Államot eltörlik a föld színéről. Tisztában vagyok azzal, hogy ez most elképzelhetetlen, de a nap nincsen messze, amikor ez meg fog történni. Erről beszéltem már számos videóban, én azokat javaslom mindenkinek, aki meg akarja érteni a helyzetet jobban. Mikor New Yorkot eltörlik a földszínéről, meg az egész amerikai gazdaság összeomlik, az magával fogja rántani az egész világot. És ez a elcsúszás a hatalomban, illetve az erőben New York felé pontosan ebbe az irányba mutat ez csak néhány egyébként azok közül a problémák közül, amit Brexit felvet. És remélem, hogy mindenkinek sikerült valamennyivel jobban megérteni azt a színpadot és azt a színjátékot, amit eddig valóságnak hívott. Azt szerettem volna érzékeltetni, hogy egy olyan kisebb vagy közepes jelentőségűnek tűnő esemény, mint a Brexit, ami egy ország kiválása az Európai Unióban, mekkora hatással van az egész európai és a világ gazdaságára. Próbálja meg elképzelni mindenki azt, hogy mi lesz akkor, amikor az amerikai gazdaság összeomlik, vagy az egész világgazdaság összeomlik. Végül annyit még tegyek hozzá, hogy én nem ijeszgetni szeretnék senki. Én egyáltalán nem félek ezektől az eseményektől, nem ez az, amitől félek. Ezek mind oda vezettek engem, hogy megértettem, hogy van egy nagyobb erő, illetve több erő, ami irányítja a világot. Úgy tűnhet, hogy ez a csoport, vagy az a csoport, vagy ez az ember, vagy az az ember, az aki kézben tartja az eseményeket, azonban ez egyáltalán nem így van. A teremtő az, aki irányítja az eseményeket. Átengedte a világot az ellenségnek azért, hogy kiválogassa, hogy ki az, aki hajlandó úgy élni, alázattal is engedelmessége, ahogyan ő azt elrendelte számunkra. Ami kedves az ő számára. Ezért mondom azt, hogy az igazság ismerete nélkül nem lehet helyes döntést hozni, és a végén szerintem mindenki abban a pozícióban szeretne lenni, hogy elmondhassa magáról, hogy ő mindent megtett. Ez volt az új világrend hírek röviden. 2018. december 14-én az Infobubble csatornán mindenkinek a legjobbakat halleluja és salom!